Jó estét kívánok, ez itt a Kezdőkör sportos kibeszélő műsorunk, és hát annyi a témánk, mint égen a csillag, egészen frissek és egészen döbbenetes történések nyomán. Hát mondhatom, hogy egy kicsit azért szélesebb lesz most a horizont, mint a fehérvári sport történései önmagában, de azt hiszem olyan témákat érintünk, amik tényleg mindenkit érintettek, vagy eljutottak és érdekelnek. A vendégek pedig hát egy igen prominens társaság, vagy megszokhattuk itt a műsorban. Itt van velünk Kaiser Tamás, szerkesztő kollégám. Max Verstappen. Így ért véget a múltkori adás, és nektek lett igazatok. Farkas Szilárd, szintén a Fehérvár Média Centrum részéről, és itt van Horog László ismét velünk, akit nagy szeretettel köszönjük. Az a kérdésem, gyerekek, hogy hány jó ember fér el az asztalnál? 4 biztos. Én azt gondolom, hogy 1000 jó, és ezt most azért mondtam, mert van nálam egy ilyen, annak ellenére, hogy etikai kódexünk szigorúan tiltja az alkoholfogyasztását műsoridőben, úgyhogy megbontani nem fogjuk. De mivel tegnap ünnepelte fennállása évfordulóját mindannyiunk, ahogy mondani szoktuk, szakmai, emberi, egzisztenciális, morális és mindenféle példaképe. Mentális és mentális. Már mentális Laci, engedd meg, hogy a Média Centrum nevében egyrészt megköszönöm, hogy ennyiszer emelted jelenléteddel a műsor fényét, és gratulálva a születésnapodhoz ezt a nagyon szépen köszönöm. Ajándékot átnyújtsam. Köszönöm szépen. Gondolom, hogy óriási. Isten értesen, Laci. Köszönöm igen, most lenne ilyen hangbejátszók, akkor jön a vastaps, hogy nem győzted a gratuláló és a köszöntő üzenetek garmadáját tegnap. Térdig járok az üzenetekbe, de egyébként rafinált a nemzetközi portál, ugyanis bizonyos szám fölött nem enged válaszolni, úgyhogy többször neki kell futnom. 10 után megakaszt, és utána pár óra várás. Tehát mindenkinek ez butaság, egyébként egyenként megválaszolom. Ez nem biztos, hogy szerencsés. Most én 600-nál indítottam, 480-nál járok, tehát lesz még feladatom ezzel. Így hűvő egy gyulladása lesz. Lacirak, hát, de ilyenkor mindenki nagyon szeret. Tehát. Számomra az a felfoghatatlan, hogy 2 évvel vagy idősebb a számok alapján, de csak egyen jártál fölöttem a telegiben. Ne nézzük, hogy ez kire nézve. 23 plusz 30. Nem, inkább azt, hogy te milyen csodás hétvége, hogy Verstappen világbajnok lett. Hallottam, hogy ugye a budapesti karácsonyi vásárt választották a legszebbnek, meg a te születésnapot. Hát minden jön. Minden jön. Amikor elkapod a fonalat. A Vidi is nyert. Minden. Meg a kosárcsapat. Nem tudjuk nem Forma 1-jel kezdeni ezt az adást, annál is inkább, mert ezzel fejeztük be az előzőt, amikor ugye itt négyen ültünk, és hát ilyen 2-2 arányban oszlott meg a részben, hogy kinek szurkolunk, részben, hogy kire tippelünk, nyilván mindenki szíve szerint szavazott, és hát azt kell, hogy mondjam, hogy nehéz most megmondani, hogy min vagy kin múlott, hogy kinek lett igaza, de hát a történtek ismertek, hogy a Max Verstappen személyében új világbajnoka van a Forma 1-nek. Szerintem az még nagyon hiányzik, hogy innen is gratuláljunk a Fehérvár televízió stúdiójából, úgyhogy szívből gratulálunk, de hát erősen megosztó volt ez. Ahogy az ezt megelőző futam is, ez az utolsó, ez végkép. Kaiser Tomi nálunk a leghangosabb Verstappen hívő, bár nem tudom, hogy ez inkább a Hamilton iránti ellenérzéseiből táplálkozik-e. Te mennyire érezted reálisnak azt, hogy Hamilton, aki gyakorlatilag ledominálta és 13 másodperccel verte Verstappent, egy gyakorlatilag kívülálló autó balesete miatt elvesztette a WB címet? Hát lehet így is nézni, de azért azt is látni kell, hogy a Mercedes azért a szezon nagy részében sokkal jobb volt, mint a Red Bull. Ez szerintem a két második pilótának a teljesítményén is látszik, hogy én azt gondolom, hogy Perez egy klasszissal jobb pilóta, mint Bottas, és mégsem tudta azokat az eredményeket hozni, mert az egy jóval jobb autó. Tehát Bottas sem tudott annyit hibázni, hogy ne legyen világbajnoki harmadik helyezett. Hogy jön ki ebből, hogy Verstappen jogosan lett világbajnok? Hát el kellett egyáltalán ide jutni, hogy a végén erre legyen esély. Azzal együtt, ugye, hogy Silverstone-ban Hamilton, a Hungaroringen pedig ugye Bottas torpedózta ki Verstappent, és tudom, hogy Monzában pedig éppen Verstappen az, aki ugye kirakta Hamilton, de ugye ott mind a ketten nulláztak, még ugye a Silverstone-ban és Hungaroringen csak Verstappen volt az, aki kettejük közül nem ért célba. Ugye gyakorlatilag Verstappen megdöntötte Schumacher egy szezonon belüli legtöbb dobogóját. Jó, Schumacher nem lehetett volna több, mert ő ugye abban a szezonban 2004-ben, 3-ban, ugye az összes futamon dobogóra állt, ugye Verstappen 18, ugye úgy, hogy csak ha csak ezt a két nullázást nézzük, akkor ő magában hozott magával egy handicapet, tehát el kellett ide jutni, és az utolsókig hinni kellett abban, hogy itt van esély. Én megmondom őszintén, én ott a 10. körben, amikor azt láttam, hogy Hamilton a keményebb keverékű gumikon is távolodik a lágyat használó Verstappentől, akkor azt mondtam, hogy itt a vége, tényleg egy ilyen szomorúság fogott el, mert nem szeretem tényleg Hamilton, nem
tudom nem elismerni azt, amit lerakott az asztalra, de már baromira untam ezt a Hamilton dominanciát. Egyáltalán tényleg ez a szoknyás csávó egyáltalán nem szimpatikus. És ott én elkezdtem temetni, aztán amikor jött ugye Pereznek az elképesztő védekezése, amikor már tudom, 6 körrel korábban ki kellett volna jönni kereket cserélni, hogyha a saját futamát futja, és nem a Verstappen segíti, akkor azt gondoltam, hogy na itt valami visszajöhet, de tényleg annyira ledominálta a Mercedes szerintem ezt a tegnapi futamot, nyilván Hamiltonnal karöltve, hogy itt tényleg csak abban lehetett bízni, hogy adott esetben a végén jön majd a biztonsági autó és valami. És nyilván a Red Bull pedig azt csinálta, ami ez a közvetítésben is elhangzott, hogy megpróbált mindig valami más csinálni, valamit másképp csinálni, mint a Mercedes, mert csak így volt esélye. A végén kiadta, és én azt gondolom, hogy nem szabad csak ezt az egy momentumot nézni, mert ha ezt nézzük, akkor igen, a végén szerencséje volt, hogy Latifi egyébként egy Mercedes motoros autóval beleállt a falba, hanem ide el kellett jutni, és ez a szerencsével élni kellett. És most tényleg szedjük már elő Hamilton első világbajnoki címét, amikor Glockot elszerencsétlenkedte, és szerencsétlen Massa, aki szerintem nem egy világbajnok kaliberű versenyző, de ő már a célvonalon úgy haladt át, hogy azt hitte, hogy világbajnok, aztán ott tényleg Glock bénázott egyet, és ugye Hamilton megszerezte azt a pontmennyiséget. De szerintem Hamiltonnak nagyon sokszor adott a gép, az FIA is egyébként, tehát olyanokért nem büntették meg, azt gondolom korábbi években, amiért meg talán meg kellett volna, tudom, Brazíliában meg kellett volna büntetni Verstappent, szóval azért ez is egy érdekes dolog, ugye mindig más stewardok ülnek, vagy más pilóta segít a stewardoknak fönn a toronyban. Én azt gondolom, hogy megérdemelt Verstappen világbajnoki címe, meglátjuk, mit hoz a jövő. Én nem gondolom, hogy szerencsével lett világbajnok Verstappen, iszonyatosan megdolgozott azért, hogy világbajnok legyen. Én szerintem egy gyengébb autóval lett világbajnok, mint Hamilton. Ez egy szép védőbeszéd volt egyébként, és ahogy a bírósági tárgyalásokra szokott, akkor most megadjuk a vád képviselőjének is a szót, hiszen Szilárd ugye kifejtette a múlt adásban is, hogy ő pedig egyértelműen Hamiltonnal szimpatizál. Én is egyébként, de azt gondolom, hogy valóban azt senki nem kérdőjelezi meg, hogy Max Verstappen világbajnok matéria, és hogy versenyzői kvalitásai alapján, ha most nem, előbb-utóbb úgyis ez lett volna törvényszerű. Valóban az a kérdés, hogy itt erre az egy drámai történésre hegyezzük ki ugye a mondani valót, ami tök méltó volt az egész szezonhoz. Tehát én azt gondolom, bár fáj a végeredmény, hogy egy ilyen szezonnak, ahol két ember ennyi futam után tök egyenlő ponttal vág neki egy versenynek, így kellett eldőlnie, nem úgy, hogy az egyik 6 kört ad a másiknak, vagy az egyik kiesik, és mit tudom én, defekt miatt. De hát ettől még nyilván fájó a dolog annak, aki Hamiltonnal szimpatizált. Hát igen, egy kicsit csak kis történetbe próbálom beleszőni azt, hogy én mit éreztem, és talán Hamilton is ezt érezhette. Ugye karácsony közelettével gyerekkorunkban elmentünk a kirakatok előtt, ugye a játékboltok kirakata előtt, és azt néztük, hogy hát ott van egy szép ajándék. Elmondtuk ezt otthon, mindent megteszünk, ért apukánk azt mondta, ugye, mint a csapat vezető, hogyha ezt megcsinálod, akkor... Szoknya? Nem, vagy orpilszink, ami szintén annyi a férfias Hamiltonban. Mondjuk 3-4 versenyre visszamenőleg, mondjuk csak 3-4 dolgozatra most évvégén ötösöket hozol, akkor te Jézuska elhozza neked azt az ajándékot. És Hamilton ezt meg is csinálta 3-4 versenyen keresztül, sőt még az utolsón is egészen ugye az utolsó körig, hogy mindent megtett. Tehát nem hibázott, hozta a történet szerint az ötöst, és meg kellett volna nyernie. Tehát egy hibátlan verseny ment el azon, hogy igazából ugye most mondhatjuk azt, hogy Latifi véletlen neki ment a falnak, tehát ez egy pek széria volt, de azt is ugye sokan mondták, hogy amikor neki ment, ugye megtörtént ez az ütközés Latifi részéről, hogy miért nem reagált a Mercedes egyből úgy, hogy kihozza Hamiltont, és akkor mehetne a kerékcsere. Én szerintem azért nem csinálták meg, és valamennyi igazság biztos van benne, majd ti is mondjátok el a véleményeteket azért, hogy egy első helyet nem szabad átadni, pláne nem úgy, hogy nem tudják, hogy meddig tart ugye a romok eltakarítása. És hogyha a Hamilton kereket cserél, és aztán ugye a Verstappen erre már reagálhat, tehát teljesen mindegy volt most, hogy a Verstappen kereket cserél, vagy nem, úgyhogy Hamilton nem cserélt. Mert még ha azonos kerekeken is vannak, ugye Hamilton jön vissza a második helyre, sokkal nehezebben előzte volna meg a Verstappent, hogyha ugyanaz a szituáció, hogy még egy kör van hátra. Tehát soha nem tudjuk meg, hogy mi lett volna. De a jó döntés ez volt, az, hogy most nem jött be, az
sajnos így alakult. Szuper verseny volt egyébként, tehát jobbat kívánni se lehetne. Csalódottság érzése. Azért legyünk őszinték, tehát ezt a momentumot meg Perez védekezését leszámít, az egy rossz verseny volt. Tehát ez egy dögunalmas verseny volt. Jó, hát az ilyen versenyek. Ebbe annyi volt a pikantéria. De ilyenkor a dramaturgia adja meg. Azt kiveszem, ez egy rossz verseny volt. Nyilván tényleg a Mercedesnek nem volt választása, nem tehette meg, hogy bemegy, hiszen pozícióvesztést kockáztatott volna, hiszen nyilván, ahogy mondtam, ugye tényleg a Red Bull mindent próbált ellenkezőleg csinálni, amikor fölmérte a helyzetet, hogy itt mi lehet. Itt már eleve szerintem az időmérőn is tudatosan választottak másik keveréket, ugye a Q2-ben az utolsó gyors körre, hogy más taktikán legyenek, mert az látszott, hogy azonos taktikával nem lehet megverni a Mercedes-t. Annyival jobb az autó, mint a pilóta szerintem nem jobb. A pilóta nüanszi különbség van szerintem a két versenyző között, tehát az gyakorlatilag képességekben egyforma, és ez az, ami Verstappen szerintem az idei évben Hamilton fölé és mindenki fölé emelt, hogy egy gyengébb autóval azonos képességek mellett tudott végig tényleg pariban lenni. Ha már a szerénység vagy a Hamiltonnak esetleg az emberi tulajdonságai miatt kevésbé szimpatikus, azért az is látszott, hogy nem csak a pályán, nem csak a boxban, nem csak a taktikában milyen elképesztő hadviselés ez az egész. Arra emlékeztetettem, mint amikor a nagy ökölvívó címmeccsek előtt a mérlegelést ugye szembeáll a két csávó, és mindenkinek mondani kell valami nagyon vagány, nagyon kemény, nagyon goromba szöveget, amivel egy kicsit a másikat is próbálott kizökkenteni. Mert azért, amikor Verstappen azt nyilatkozta a futam előtt, hogy ő már a Mercedes szeré megnyerte volna a világbajnokságot, meg hogy őt az apukája... Szerintem ebben nincs kérdés. Szerintem meg van, tehát ez egy mi lett volna, ha ez a sportban nem létező kategória. Az életben se, mégis beszélgetünk ilyen dolgokról. Mert ezzel azt mondja, hogy én annyival külön pilóta vagyok Lewis Hamilton, de szerintem senki nem mondhatja egy hétszeres világbajnokról, hogy én annyival külön vagyok nála. Maximum azt mondhatja, hogy ott vagyok már, vagy utolértem, vagy már majdnem azon a szinten vagyok. Ez tiszteletlenség is volt, de a lélektani hadviselés része, miképpen az is, hogy azt mondja, hogy engem megtanított az apukám vezetni, míg Hamilton nem. Tehát, hogy oké, hogy az ő apja is Forma 1-es pilóta volt. Na, de miért? Mondjuk! Emlékeztek a legendás Jos Verstappenre? Hogyne. Hogy ebben azért volt egy csomó olyan, ami tényleg magamfajta kívülálló, aki ennek az egésznek a drámáját élvezte, azt mondtam, hogy jó, hát ez tényleg ez filmre kívánkozik, és egyszer majd, mint lehet a legendás, ugye Hunt-Lauda párosról nemrég készült egy csodálatos film, játékfilm, és lehet, hogy benne lesz ez is egyszer egy filmben. Hát a Netflix-es sorozatban ez benne van, vagy benne lesz. Laci, te, mint a Real Sociedad nagy tisztelője, hogy látod ezt? Érdemes picit visszamenni az időbe. Én is nagyon szurkoltam Verstappennek, mert roppant arrogánsnak gondoltam Lewis Hamiltont. Hát akkor mi Verstappen? Volt egy időszak, amikor nem is, hogy kénytelen voltam, de jelezték az akkori munkahelyemen, hogy Forma 1-es versenyekre kell járnom. Ez nem akkora dráma, de nyilván nincs benne gól. Innentől kezdve engem kevésbé érdekelt, ahol a magyar és a külföldi félcelebeket üldöztem a Box utcába, tulajdonképpen ott kellett sztárinterjúkat készítenem, arra ment el az a két nap. Valamennyire figyeltem nyilván a versenyt is, és... De amikor Schumacher oda ment hozzád autogrammért, azért jó esett. És kapott. De volt abban jobb, hogy Nicole Scherzingerrel van közös fotó, akkor éppen Hamilton barátnője volt. Aztán szakítottak. Nem voltam benne. És azóta találgatja a világ, hogy miért. 22 évesen került Lewis Hamilton akkor McLarenhez. A 4 évvel idősebb, már akkor kétszeres világbajnok Alonso volt a társa. És Alonso volt egy sajtótájékoztató, annyira speciális a nyelvezete, én sokat nem értettem, de tiszteletlenséggel vádolta Hamiltont, és az utána is én roppant arrogánsnak gondoltam nagyon sok tekintetben. De tegnap, ahogy a futam után viselkedett, le a kalappal, elképesztő sportember. Várható volt, hogy Toto Wolff lép valamit, tehát az ő tekintetében látszott, hogy itt óvás következik, és nem hagyják annyiban, ami részben illeszkedik a Forma 1-nek a rendkívül arrogáns és agresszív kommunikációjához is, ezt még elhúzzák egy pár hétig, belengetnek ilyen-olyan nemzetközi bíróságokat, hogy beszéljenek róla. Tehát nyilvánvaló volt a futam befejezése után, hogy ott nincs vége, és hogy mennyire gumiból vannak a szabályok, mindig az a lényeg az utolsó futam, de itt olyan koreográfia volt, hogy tényleg hollywoodi rendezők nem tudtak volna ilyet írni, és ahogy drukkoltam Verstappennek, és tényleg én is úgy éreztem, hogy meg kell nyernie, mert szakadjon meg ez a győzelmi széria, kicsit Schumachert is, akinek adtam autogramot természetesen, tehát védtem az ő világbajnoki címeit is, a 8-at, de az biztos, hogy rendkívül jól ki volt találva, és adok ott bizonyos óvásokra az, hogy
eltakarították ezt a közöttes öt autót, aztán, hogy mikor állítják meg a futamot. Toto volt, amit mondott, és néztem a kamerafelvételeket, valóban voltak pillanatok, amikor előbb volt Verstappen, ami nem lehetett volna, de ott taktikáztak, és végül elengedte. De ott ugye az a szabály, hogy... Amíg az autó nem megy ki, igen. Igen, de hogy ugye visszaadta a safety car vonal előtt a helyet, és ott nyilván, ott egyébként a Hamilton nyilvánvalóan teljesen észszerű okokból játszott is arra, hogyha esetleg úgy alakul, akkor ez a végén egy óvási alapot tudjon adni, hiszen bele-bele fékezett, amikor mellette volt Verstappen. Azt gondolom, hogy az FIA-ra akkor szállt volna egy nagyon erős negatív gondolat, vagy tényleg ilyen Hamilton pártiság, ha nem takarítják el azt az öt autót közülük, mert az meg iszonyatosan unfair lett volna, hogy egyébként mindenkor máskor, de most az utolsó futamon nem. Tehát, hogy ugye voltak olyan hangok, hogy meg kellett volna állítani piros zászlóval, hát eleve szerintem nagyon sokszor állítják meg úgy a versenyt piros zászlóval, vagy számomra indokolatlan. Tehát, hogy jó, én ilyen szempontból a nosztalgikus ember vagyok, és én igaz, hogy nagyon kisgyerek voltam, meg nem sokat láttam abból az időkből, amikor ezek a Forma 1-es versenyzők még rockstárok és hősök voltak, nem ilyen ficsúrok, mint vagy szoknyával, meg orrpiercinggel szoftban pózolok. Tehát, hogy kiderül, hogy hol vannak a hibapontok. Rommá tetoválva pluszban. Rommá tetoválva, így van. Elviselhetetlenét teszi. Ez egy másik műsor lesz, kanyarodjunk vissza a sport témára, jó? Tehát ez oké, de amikor a sport emberről beszélsz, akkor én amikor is egy férfi sportolót nézek, akkor férfi sportolót akarok látni, és amikor és ekésztük ebben a műsorban is, meg szoktunk ezekről beszélgetni, a zselézett hajú, szintén nagyon tetovált, fülbevalós focista fiúkról, az se feltétlenül szimpatikus. Tomi, nem azért, bocsánat, de... hogy a szabadba vágom, én alá férfiasabbat, és tényleg annyira letoljom, hogy egyébként amikor nem egy 300 kilométerrel száguldó vasdarabban tölti az életének a kétharmadát, hogy ő akkor mit vesz föl, nem érdekel. Annál férfiasabbat, amit a Forma 1 egyébként lehet, hogy most már nem akkora rockstárjai, mint Lauda, mint Hunt, mint mindjárt vagyok. Megvernek. Hát nem, de komolyan, tehát ha van férfias sport, akkor ez tényleg az. Tehát bocsánatot kérek, ehhez olyan fajta elszántság, bátorság, férfias vállalás kell, ami után, hogy valaki kiszáll és meglocsolja otthon a virágot, vagy megsimogatja a pincsi kutyáját, vagy felvesz egy orrpiercinget, hát szerintem baromira nem érdekes. És mondjuk Verstappennek az a fajta arroganciája... Amikor szurkolásról beszélünk... Na de hát miért nem zavar, hogy azt mondja, hogy engem megtanított apukám, őt meg nem, meg én már rég világbajnok lennék. Ezt mondja egy 20 hány éves Verstappen? Szerintem igazava, hogy ő már a Mercedes-en világbajnok lett volna. Hamilton egy szoknyát. Hát abban nincs ilyen, hogy nincs igaza, vagy igazava, ez maximum tetszik, vagy nem tetszik. Nem, nincs igaza, ez most ez nem jó hasonlat volt, mert nem tudható. Tehát ez ugyanolyan, mint hogyha... Hogy miért visel orrpiercinget a férfi? Az, hogy világbajnok lett volna, hát erre nem ez azt mondani, hogy ez tényleg így van. Tehát itt a pszichológusa, meg a sajtósa szerintem hatalmasat hibázott egyébként, ha ők is benne voltak ebben a nyilatkozatban, szerintem hogy ezt a szájába adták. Szerintem nem voltak, szerintem Verstappen is egy igazi... Hogyha ő mondta egyedül, akkor meg ugye sokan mondták azt, hogy ez milyen óvodás nyilatkozat, érthetetlen, akár, hogy ilyeneket akár Schumacherre visszagondolva, vagy akkor Hamiltonra, akinél meg ez jobban szembetűnik, az a fajta arrogancia, ez egy bajnok matériának az egyik jellemzője. Nagyon kevés szerény, főleg Forma 1-ben szerény világbajnokot ismertünk. Ayrton Senna magának való csendes ember volt, azt mondták, hogy tényleg ő volt a különc, és a legnagyobb zseni ennek a sportágnak. De azért Senna is ne akarja szembe találkozni. Emlékszem, amikor Schumacher oktatta ki, vagy Senna oktatta a fiatal Schumachert, így face-to-face egymás arcától 5 centire valami futam után, mert olyan húzása volt Schumachernek, és akkor, tehát hogy ezek az emberi tulajdonságok, ezek nélkülözhetetlenek ahhoz, hogy valaki ebben a sportágban, és ebben aztán különösen bajnok legyen. Hát és ezt nem róvom fel Verstappennek, de épp ezért nem róvom fel Hamiltonnak se az arroganciáját. Hát, de most a szimpátia kérdésről beszélünk, én azzal kezdtem, hogy én nem szeretem a Hamilton, többek között ezek miatt a dolgok miatt sem, meg sok minden más egyéb miatt sem. Sosem volt, egy másodperce sem volt szimpatikus, akkor sem is, amikor egyébként bekerült a Forma 1-be, és elismerem azt a tudását. De azt gondolom, hogy az idei évben a Verstappen volt a jobb pilóta, és megérdemelten lett világbajnok. És most, mint szurkoló beszélgetünk, alapvetően én azt gondolom, mert sajnos a Fehérvár Televízió nem közvetíti a Forma 1-es futamokat, tehát szakírásról nem lehet. Időkérdése. Időkérdése, így van. Nincs Forma 1-es pilótán, de tudikám még. Nehéz beszélni. Hát, mondjuk a Laci adott autogramot a Schumachernek, hogy a Baumgartner Zsolt pedig egyen járt fölöttem a gimnáziumba. Na, és már is ott vagy, hogy... Érdekes egyébként, ez Baumgartner Zsolta, beszélgettem annak idején a Balatonon, egy barátomhoz járt az ő vendéglátó egységébe. Hova máshova. És
ő azt mondta, hogy itt vezetni már mindenki tud. Itt a különbség az autó, és az, hogy mikor veszed le a lábad a gázról. Tehát volt a Takuma Sato annak idén, elfüstölt minden motor. Tehát ameddig a bírta, az tolta neki. És valóban ezek az emberek nagyon tudnak vezetni. Meggyőződésem, aki a 10-ben van a pontlistán. Tehát például, aki nem bekerül, Laci, aki bekerül. Tehát itt azért nem nagyon van rossz pilóta. Tehát például volt egy Thomas Enke, aki annak idején óriási karriert, és aztán meg nem engedett szerek használata miatt. Az Enke, igen, nem? Igen, Thomas Enke, igen. Mm. És ő kikerült a rendszerből, nagyon nagy jövőt jósoltak neki. De voltak sokan, tehát itt mindenki bátor. Csak mondom, az utolsó pillanatban, amikor volt, aki azt mondta, hogy te azért vagy vesztes, mert amikor még a másik gázt ad, te már a fékre lépsz. De az biztos, hogy óriási marketing van mögötte. Ebben a mondatban a Verstappennél nem vagyok benne biztos abban, hogy tudatosan mondatták ezt vele, hogy még kicsit csavarjunk egyet az ügyön. Tehát itt ez nagyon fontos, ugyanaz, mint hogy méregetik egymást, és visorognak a boxmeccsek előtt, és valamikor le is harapja egyik a másik fülét. Ez a közönségnek is szól. De az biztos, hogy itt dollármilliárdokról beszélünk. Hát ez egyrészt a show business része, másrészt pedig az biztos, hogy hát bármennyire agresszív és bármennyire forró fejűnek tűnik valaki, ugye van ez a kifejezés, hogy ideális ív, én nem értek a Forma 1-hez, de azt gondolni, hogy mondjuk egy 48 körös versenyben 250 kilométeres átlag sebességnél valaki ennyi körön át mondjuk az ideális ívet tudja autózni, akkor amikor az a tét, hogyha egy centit hibázol, akkor egyrészt vagy összetöröd magad, vagy elveszted a bajnoki címet. Nyilvánvaló, hogy ezek olyan iszonyatosan erős pszichikummal, mentalitással rendelkező emberek, hogy kalapot le, az más kérdés, hogy amikor kiszállnak a kocsiból, akkor meg néha ilyen kiszerű dolgokat csinálnak. Aztán egy dolgot ne felejtsünk el, ugye, hogy Eccleston, hála jó Istennek, hogy átadta a stafétát, mert azért azt gondolom, hogy vele elég rossz irányba ment már a Forma 1 a végén. Ma már egy amerikai promóter van mögötte. Hát Amerikában minden a show, és egyébként nagyon-nagyon sokat adnak hozzá. Nagyon sok jó dolgot tettek, én azt gondolom, kommunikáció szinten a Forma 1-jel. És amire azt mondjuk, hogy mert ugye most a legtöbb vita abból van, hogy az utóbbi futamokon elkezdtük hallani azokat a beszélgetéseket, amelyeket mondjuk Toto Wolff folytat Michael Masival, a versenyigazgatóval, és ilyen, és eddig ez nem volt. Nem, volt eddig is ilyen beszélgetés, csak nem hallottuk, most már hallunk mindent, innentől kezdve gyakorlatilag ez egy valóságsóvá válik előtt, a szemünk előtt az egész történés. Én most már tényleg azt várom egyébként, hogy a focistákra is legyen mindegyiken külön mikrofon, és akkor meghallgathatjuk, hogy a játékvezetővel, az asszisztenssel, a saját csapattársával és az ellenféle időnként, bár Torgeles annyinál hallottuk ezt, amikor Lipcsei Petivel beszélgetett a mikrofon nélkül is, meg néha nincs néző, akkor lehet hallani, de hogy valóban ott is lehet, hogy más kép lenne, akkor mondjuk a magyar focit, de mondjuk egy Real Madrid, nem tudom, Barcelona meccse, ha hallanád, hogy Sergio Ramos, most néhány évvel ezelőttről beszélek, beszélget mondjuk a Messivel. Lehet, hogy ott is lenne néhány meglepő fordulat. Vagy Pépé. Vagy ahogy kiszólt valóban a Mourinho-nak, hogy teket fogalmad nincs, nem játszott te ilyen szinten meccs. Visszahozni a meccs közbeni interjúkat, ugye, amikor oda lehetett menni az edzői kispadhoz, és hogy gyorsan értékelt. Das Spiel, gut, aber kein Tor. Igen, das Spartik húszalamatok nézi elő kérdésére, das Spiel, gut, aber kein Tor. És ez nagyjából lefette a szakévai. Ugye az a helyzet, hogy a Forma 1-ben is, akkor bejátszanak ilyen beszélgetéseket, akkor nagyon sokszor van az, hogy az eleje az két-három másodperc, akár kétszer-háromszor sípszó. Hát most tényleg gondoljuk el a focipályán, aminek azért az nem bántva a focistákat, de ott azért nyilván inkább előfordul egy-egy keményebb kifejezés, és hát ilyen Forma 1-ben sem hallunk a TV közvetítésben mindent. Érdemes egyébként néha visszahallgatni, ugye komplet beszélgetések fölkerülnek. Nagyon jó. De a kommunikát... Most még a kommunikációról annyit, csak ugye visszautalva Hamiltonra is, hogy ő miért maradt ilyen nyugodt utána. Ugye volt egy kép, amikor az édesapja mondott neki néhány dolgot, az is jó lett volna hallani, hogy ott mit mond neki, és akkor Hamilton milyen lelki állapotban volt, de ugye átkarolta, és úgy beszélt neki, miután ki nyilván Hamilton előtt le a kalappal, nem biztos, hogy 10 évvel ezelőtti Hamilton így reagált volna, de ő azért már Lassz is célzott rá, benne van a korban, sok mindennel föl lett vértezve az elmúlt években, és nyilván egyébként én azt gondolom, hogy ami egyébként szintén fontos, hogy megtanult veszíteni. A Mercedes istáló még nem, de nyilván benne van, tehát ő ezzel tisztában van ennyi
év a Forma 1-jel a háta mögött ennyi bajnoki címmel, ennyi bajnoki csatával, nyert és vesztett futammal, hogy ez benne van. Ugye Jordannek is tudjuk a statisztikáit, hogy neki is volt az NBA pályafutása a 18 ezer valahány elhibázott kosáradobása, csak hát volt belette 30 valahány ezer, amit bedobott. Tehát ezek a sportolók ezzel tisztában vannak. Az biztos, hogyha Hamiltonnak a nyugalmára vagy az érveire gondolok, az a baj, hogy tényleg képes viccet elmesélni, az a legrosszabb, de amit ma láttunk ugye a kis médiacentres csoportban, tényleg egy zseniális poén, hogy ki van rakva ez a kis grafika egy ajtóra. Azt akarja mutatni, hogy egy fő tartózkodhat benn, ugye az van ki, hogy max. Egy. Igen. És akkor ugye valaki aláírta, hogy Louis 2. De Szilárd mondta, hogy úgy is alá lehetne írni, hogy max. 1, Louis 7. Attól függ, hogy Hamiltonnak azért még mindig ott van 7 világbajnoki. Mennyire kis kreatív lett a fiú. Ott van 7 világbajnoki címe, amivel nyugodtan maradhat még nyugodt, és nem biztos, hogy nem lesz. Csak annyi még, hogy akkor ez az előbb megint rosszul mondta, mert ugye azt mondta, hogy a Mercedes csapat nem tanult megveszíteni, nem is kellett, ugyanis ugye csapatvilágbajnok. És ezt kiszámolják, ezt még a konstruktőrök is elmondják. Szilárd, nagyon merész vagy, figyelj itt azért ezekre a kiszólásokra. Töltött még egy kis vizet. Egy biztos egyébként, hogy mondom, az amerikai bejövetelével végtelen professzionálissá vált az egész, és itt mondom, dollármilliárdokról beszélünk, tehát hogy egy sima Mercedes kereskedő mondjuk Kölnben, miért ilyen drága ez az autó? És akkor évek előtt azt mondták, mert a legjobb túraautókat mit csinálják, vezetünk a DTM-be az Audi előtt. De most a Forma 1-ben is mi vagyunk a legjobbak, tehát ezek lecsapódnak. Most azt akarod mondani, hogy az energiaital holnaptól háromszor annyiba kerül, mert ott nem, az a motornak is a neve majd. Vártunk pár mondatot erről, hogy mi a következő lépés. Jó, hát egyébként ha már erről a bizonyos üdítőitalról beszélünk, ugye őnekik a világ brandjükhöz más sportágokban is tartoznak nagy csapatok, illetve leginkább a labdarúgásban, és akkor át is köthetünk a másik mai brutálisan, hát nem tudom milyen jelentős és egy vicces... Hát tegnapi. Témákra. Igen, bocsánat, azt akarom mondani, hogy ezt az adást ugye itt hétfőn délután rögzítjük, kedden látják önök, úgyhogy addigra már egynapos történés lesz, de nekünk ez itt nagyon friss és mai. Szilárd mindjárt megmondja, sikerült-e. Kisorsolták a Bajnokok Ligájának a nyolcad döntő párosítását először. Na, egész jó volt a világ, ugye egy elcsámcsogott rajta, hogy a Manchester United és a Paris Saint-Germain újra összehoz nekünk egy Ronaldo, mert ha még nem unta volna valaki aranylabda kapcsán, párharcot, és nem tudom, mi volt itt. Real Madrid megkapta a Benficát, mázlisták. Aztán kiderült, hogy az UEFA-nál, először minősítsük már ezt, tehát hogy történhet meg, hogy még talán a Forma 1-nél is nagyobb biznisznek számító világ fociban, annak is a legnagyobb csúcs ligájában, amikor kisorsolják a világ legjobb csapatainak a párosítását, akkor történik egy ilyen ordinári blama, ami után két órával azt kell mondaniuk, hogy bocsánat, újra húzzuk az egészet. Tehát hogy azt gondolom, hogy a taktaharkány, nem tudom, 60 lőrinc magyar kupa első körös párosításánál is ciki lenne. Igen, én azt gondolom, hogy olyan világot élünk ezzel a koronavírussal együtt is, hogy tényleg minden belefér. Hiszen osztottak olyan Forma 1-es futamon, hogy végre kicsit visszakanyarodva az F1-hez pontokat, ahol nem volt verseny. Ugye Belgiumban olyan szakadó eső volt, hogy órákig várták a versenyzők, meg a nézők, és lélegzett visszafolytva a döntést, majd mentek három kört a biztonsági autó mögött, és így oszthattak fél pontokat. Ugye? Tehát, hogy benne vannak ezek a dolgok. Nem egyenértékű. Annyit mondtak, sok minden rosszat az UEFA-ról, mikor itt az idén ugye téma volt a Superliga, amit valahogy sikerült világgyorsan elkaszálni, pedig hát elég határozottan léptek föl. De akkor mondták mindenki, hogy te mekkora sóhivatal az UEFA. És az UEFA megtudta akkor valahogy védeni az érdekeit, de ezek után mit mondasz, amikor a Bajnokok Ligája sorsolását rontják el? Tehát, hogyha behívták volna a takarítónőt, hogy húzza már ki két golyót, és utána azt mondják, hogy ja, jó, de nem a jó gömbön húzta. Hát azért ennek ilyen szinten nem szabadna előfordulnia. Hát, még szerencsé, hogy ütközben észrevették, hogy ugye, de ki meg hogyan vette észre, hogy hoppa, Villa nem is lehet. Ó, mi tudni hoppa. Kell, ezt a Mercedes megtanulta. Tehát, hogy... És akkor meg nem de ezt rosszul mondod, mert a Mercedes megtanult óvni, csak elutasították egyelőre első fokon, mind itt is mondhatjuk úgy, hogy igazából a gép volt a rossz, tehát megviccelte az embert a gép, ugye, hogyha elmondott a szoftver, és tényleg így volt. De azért ilyen hibák nem hiszem, hogy beleférnek tényleg. Megvan az új párosítás? Megvan az új párosítás, mert itt megnéztük, körbeadtuk a telefont, és akkor most élő egyenesben. Majdnem. Te is megnézted. 28 órával később. Hogy nézzem. Hol van? Ez nekem Real Madrid és Paris Saint-Germain. Az igen, a Real Madrid a Benfica helyett a Paris Saint-Germain, biztos nagyon örülnek, viszont otthon lesz a visszavágó. Nem, most kéne egy ilyen hibrid megoldás, hogy amit először kisorsoltak,
abból is játszanak egyet, meg ebből is, aztán adnak pontokat tudom, érte, pontokat. Azt kell mondjuk, adásunk pillanatában még ez a párosítás. Hát azért a United, amelyről elég sokat beszélgettünk itt az elmúlt hetekben, nem járt olyan rosszul, nem? Tehát a Paris Saint-Germain helyett egy Atletico Madrid. Bár szerintem... tudjuk, hogy Simeone ellen focizni, hogy minden csak nem leányáló. A marketing szempontból egy kicsit rosszabbul járt, szerintem az egész világ. És hát ugye most akkor elmarad a remek párharc, ez ugye vagy, most... Vagy legalábbis tolódik. Tolódik, hát, ugye a Ronaldo Madridba, még ki tudja addig mi történik, és egyébként akkor találkozhat Messivel. Egyébként ugye mondják, tehát bedobták azt is a hétvégén. Baci akart valamit mondani. Hát gyakorlatilag ez akkor lenne óriási blama, hogyha ezt nem veszik észre az első kör után. Tehát úgy gondolom, hogy itt már nagyon könnyű csapatok nincsenek. Ott van az az Inter-Liverpool, az ez nem gyerekjáték. Más is tud hibázni, és nem akarom menni, melyik portált nézem. Vezető magyar sportportál, Chelsea Lyon. Lille. Hozzak ki. Hát Lille. Az Lille. Mindegy, LL, francia, de valójában a Lille, és ugye ez az egy párosítás, ami megmaradt az eredetiből valahogy. Az Inter nem tudom, hogy viszonyul ahhoz, hogy ők az Ajax-szal játszottak volna, és a Liverpoolt kapták. Hát nem örülnek, ez egész biztos. Tehát... a Bayern viszont nem biztos, hogy rosszabbul jár, bár ez az Salzburg-Bayern, ez egy látványos párosítás. Itt az a kérdés, hogy szétkapodják-e télen, tehát elviszik-e mondjuk Adeyemit Salzburgból, akiért azért komoly csapatok sorban állnak, és ha híreket lehet hallani, akkor ő inkább Dortmundba menne. El tudom képzelni egyébként, hogy már igen, most hogy az egész Bajnokok Ligája szezont figyelve, kik a favoritjaitok, hogy érzitek ezt a szezont? Én azt gondolom, egyébként a Bayern München függetlenül, hogy kit kapott most ellenfélként, biztos, hogy minimum 4-ben lesz. Én szerintem ők jelenleg simán ott vannak a világ 4 legjobb csapata között. Szerintem egyébként körülbelül az a realitás, hogy a City, a Pool és a Bayern München az első három, és akkor oda majd negyedik, a Manchester United valami outsider, például United. Például igen, United. De Allegri tippelt a múlt héten egy valami nagyot, hogy szerinte a Manchester City, Paris Saint-Germain, Real Madrid, Bayern München négyesből kerülhet ki a Bajnokok Ligája győztese. Hát keményen bevállalta. Igen, hát ha bemegy gól. A Paris Saint-Germain ugye tényleg a nagy kérdés, erről is beszéltük, hogy az a mérhetetlen sok ego és egyébként tényleg világklasszis kvalitás védekezni való szándék nélkül az mennyit ér majd, mondjuk egy Bayern München ellen. Nincs azzal baj, hogyha eleget rúgnak. Tehát ezt látod, Bognár Gyurit oda kéne vinni Párizsba, megnézni az edzéseket ott is, fölrakni egy támadó hadrendet, és óriási, milyen, tehát egy 8-6-os, 7-5-ös, meg 6-3-as meccsek lenni. Most játszottak 4-3. Csak a VAR-t kapcsoljuk ki, mert az ugye nem jó, az átlátok minket. Azt te nem bánnád, ha Bayern jönne be a végén. A Bayern döntőzni fog, én meggyőződésem egyébként. Tehát, mint ahogy én a City nem gondolnám, hogy odaér, nem gondolnám, hogy ez a Paris Saint-Germain, hiányzik az a fajta szakma, ami nem jellemző ennek a klubnak még. Tehát az igazolások is nem érzem igazán szisztematikusnak a Bayern nagyon, és a tavalyi BL döntő előtt is mondtam nektek, hogy a City játékos állománya erősebb, de a Chelsea-nél komolyabb volt a szakmai munka. Most a Bayern ilyen szempontból nagyon kompaktnak gondolom, de ezen a szinten már nincsenek rossz csapatok. Egy Benfica is szerintem nagyon jól futballozik. Juventus egy kapott is végül a újabb sorsolásnál, mert azt tudom, hogy ők a Sportingot is még gondolkoztam is rajta, hogy disznóváziuk van, pedig milyen gyengék, de... Én egyébként, ha már egy kicsit... Villarreal Juventus. Hát az sima Villarreal. Hát amúgy, ahogy a Juventus mostanában vergődik a bajnokságban, az írjuk föl, hogy én azt mondom, így most 13-án adásban, december 14-én, hogy én most mernék, és lehet, hogy meg is teszem a United-et. A Ragnik mágia miatt. És most, amiatt, hogy amit egyébként például a Forma 1 is hozott, hogy egy óriási megírt sztori lenne, hogy Ragnik átveszi, igazából olyan nagyon nagy dolgot sose nyer, de egy professzor zseni kinevelt, egy Kloppot, egy Nagelsmannt, egy Hasenhüttelt. Tehát, hogy és mennyire gyönyörű lenne... Egy lövöt, így van. Hát, bocsánat, én nem vele kezdtem. Tehát, hogy azért nagyon, nagyon komoly pedigréje van a csávónak. Elképesztő sztori lenne ezzel a United-del, hogy a romjaiból összeszedi. Játékos állományát tekintve nem gondolnám, hogy sokkal rosszabb lenne, mint mondjuk egy City vagy egy München. Egy München nyilván sokkal kompaktabb, ahogy a Laci mondja, de egy óriási sztori lenne, hogy jön Ragnik, jön lát és nyer. És ez szerintem benne van.
Úgyhogy lehet, hogy meg is teszem, aztán majd akkor május végén kocintunk, vagy nem, kiderül. Akkor majd Atletico. Minőségi pezsgőt hozzá. Meg hát kinek kell kapkodni, meg kinek nem. Ugye lehetséges megőrzöm egy United-Bayern München döntő, mert ugye most nem lekicsinyelve, de azért a Bayern Münchenre sokan mondják, hogy pihenni jár a német bajnokságba, és amikor kilép a nemzetközi szintére, ott kell megmutatni, és meg is tudja mutatni, ezért is lehet ott a döntőben. Hát szóval ott a Bayernnek azért lenne némi motivációja a legendás 99-es döntő után. Viszont a Unitednak meg ugye azért van úgymond szerencséje a szerencsétlenségben, mert ismét a negyedik hely sajnos csak a cél, hogy az mindenképpen meglegyen ugye a BL indulási lehetőség miatt. Aztán azon kívül lehet... Mekkorát focisztunk a Norwich ellen a hét évén? Hatalmas volt, hát nullagol. Nekem a titkos favoritom, akire szintén lehet, hogy kéne tenni, nem arra, hogy megnyeri, de hogy a négybe bejut, az az Ajax. Én azt gondolom, hogy ez az idei Ajax egy elképesztően jó csapat. Megint van egy fantasztikus generációjuk, egy nagyon jó edzővel. Daily Blin, egy... United, ugye? Hát valami oszlop azért csak kell. Igen. Úgyhogy azt is várunk. Jó volt nálunk. De ha tippelnem kéne, azt gondolom, hogy Guardiola egyszer már csak nem gondolja túl ezt az egészet, mert azért ennek a Citynek szerintem az megvan írva, hogy egyszer meg kell nyerni a BL-t. Szerintem meg pont az van megírva a Citynek, hogy nem. Tehát, hogy egyszerűen... Mit mondjon egy United szurkoló? De nincs benne a falakban. Nincs benne a falakban a BL győzelem. Nagyon sokáig nem volt benne a Chelsea-be sem, és aztán addig-addig pakolta a pénzt Abramovics, aztán jött már szakma is hozzá. Az első, a Di Matteónál a szerencsefaktoros volt a Bayern ellen, de a másodikat azt megérdemel nyerték szerintem tavaly a City ellen. De az biztos, hogy ezen a szinten tényleg már félelmetes jó csapatok vannak. Hát kíváncsi vagyok én is, hogy mit hozzá lehet következő néhány hónap. Ha nem tudom, úrunk-e másik sportágra, hogy ne felejtsünk el megemlékezni, hogy a Fürth megszerezte első győzelmét a Bundesligában a hétvégén, 15 forduló után. Feltétlenül meg akartam ezt említeni a műsorban, hogy a Fürthnek van már győzelme. És mi Levante az, aki most már 20-valahány meccs óta nem nyer a bajnokságban? De még ott van. Még ott van, legalább. Persze. Hát igen, hát a Schalke is sokáig húzta, mire tehát az idei szezon nem dominálják. Nem dominálják. Egy kis női kézilabdával szeretném zárni. Ugye az a nagyon érdekes helyzet van, hogy évtizedekig mondhatjuk, talán hozzá voltunk szokva, hogy ilyenkor december végén van egy világverseny, és akkor a magyar női válogatottról úgy beszélünk, hogy vagy valami nagy eredményt ért el, vagy valami óriási dráma mentén. De ez igazából nem volt évtizedek. És jó, igen, ezzel mondom, hogy túlzás volt mondjuk jó 10-15 év, és hát most ez a magyar válogatott ott volt ezen a világbajnokságon, nem tudom bennetek mennyire hagyott mély nyomot, tulajdonképpen két vereség mellett négyszer győzött, ami egy vállalható mérleg egy világbajnokságon. Hát az más kérdés, hogy ez is arra elég, hogy 10. vagy 11. legyen. De hogy látjátok ebben azt a reményt, hogy majd ez az annyiszor emlegetett jó generáció, amelyik utánpótlás szinten tudott világeseményen jó lenni, vagy pedig megint ott tartunk, hogy abba kapaszkodunk, hogy bezzeg jó az utánpótlásunk. Én azt gondolom, hogy az egyik legnagyobb, tehát az egész magyar női kézilabda egy picit egy ilyen önállítás. Méghozzá azért, mert van nagyon-nagyon jó játékosaink, és tényleg nagyon jó játékosaink vannak. De ezek a nagyon jó játékosok például egy Győrbe nem férnek be, ezek a nagyon-nagyon jó játékosok, ezek asszisztálnak a világklasszisok mellett. Ezekből a nagyon-nagyon jó játékosokból egy olyan edző, mint az Ele Gábor, a Fradiban szisztematikusan építkezve, szintén mondjuk Európa klasszis játékosokkal tud egy olyan csapatot összehozni, amelyik mondjuk a BL-be 8-ba megy. Nincs igazi világklasszis játékosunk, egy se. Szerintem a legfontosabb mutatója ennek a világbajnokságnak az volt, hogy az első négy igazán fontos mérkőzés után a kapusainknak a védő hatékonyság vagy védési statisztikája 20-valahány százalék volt. Ez nem Szikora Melindáék hibája alapvetően, hanem ez a védőfalé is. Nyilván nincs világklasszis kapusunk, ez is fontos, de ez a védekezésé is. És 10-zel kaptunk ki a dánoktól? A németeket el lehetett volna csípni kis szerencsével, odafigyeléssel, tehát lehetett volna itt menni negyed döntőbe, de azt gondolom, hogy itt továbbra is ez az alapvető probléma, amit mondasz, hogy itt volt egy időszak, és sokan úgy emlékeznek, hogy itt évtizedekig nem. Itt már nagyon régóta nem vagyunk sajnos tényező. Nem, de a 95-ös világbajnokság volt az első, amikor ráadásul akkor még volt, mint a hokiban ez az ABC besorolása a világbajnokság, és a női kézilabda válogatott egyszer kiesett a C-be, tényleg ilyen óriási
mert ugye a 70-es években, 80-es években Gódorné és Terbinski VB döntőt játszottuk, és aztán jött egy mély hullámvölgy, és Laurenc László vezetésével följöttünk, és volt egy hazai VB-nk, ahol pedig hát egészen káprázatos mai napig emlegetett módon, és onnantól volt az, hogy egyrészt mindig ott voltunk, másrészt mindig voltak világklasszisaink, tényleg egy kapusposzttól a beállón át az átlövőig szélsők, világklasszis szélsőink voltak, és most valóban valószínűleg a nézők nagy része is gondba lenne, hogyha mondjuk el kéne mondani, hogy ki a magyar válogatott legnagyobb sztárja, vagy a legnagyobb neve most e pillanatban. Pont ezen gondolkodtam én is. nincs. Egyébként, hogy raknád össze te a csapatot? Tehát azt mondod, hogy ott van ő, és akkor ő aztán nagyon... Radulovics, Pálinger, Kulcsáron itt a szegény, aki messze a világ legjobb beállója volt. Igen. Tehát, hogy ez Pálinger, a Kati szenzációsan védett Pádár. Akkoriban. Igen. Pádár Ildi is. Meg Szanikó. Szóval igen. Itt tudsz neveket mondani, és tényleg ez... Tehát amikorában elképzelhetetlen volt, hogy volt a... Feljutottunk a Laurence 95-ben Koreára, és Korea is mennyire nincs sehol, és dominálták akkoriban a 90-es évek közepén a női kézilabdát. 96-ban lett az olimpiai bronzérem Atlantában, norvégokat vertük meg óriási meccsen, és azóta tulajdonképpen a 10. helyre vagyunk beárazva, egyszer lesz 7-8. Azért a Sydney olimpiát nem felejtsük, amit nemzeti sorstragédiaként megélt olimpiai ezüstérme, nyilván olyan dramaturgiával. 7 góros erő elvesztett VB döntő Zágrábban, utána a franciák ellen. Európa bajnokságot azért. Tehát, igen, az ukránokat vertük ott Romániában. Az olimpia utáni 2000-es EB-t nyertük meg. Kiment az a korosztály, és onnantól kezdve lett egy baromi nagy űr. És Delilitát ki ne hagyjuk. Igen. Följött az akkor még ifjú Görbis, ugye 2005-ben játszottunk még egy világbajnoki döntőt, Zágrában gyakorlatilag hazai közönség előtt egy felejthetetlen hangulatú meccset ugye a franciákkal, és aztán utána valóban már hiányoztak a nagy eredmények. Viszont az egész női kézilabdát kicsit, és akkor ezzel a megint lehet, hogy kicsi humorosra vehető témával zárjuk az adást, az egész női kézilabdát nehéz a helyére tenni. 58-17, 48-10, 38-17, 41-9, 43-18, most mondtam 5 eredményt a világbajnokságról. Azt hittem a bankszámla számodat diktálod, hogy utaljanak a kedves nézők. Hát ha valaki fölbírta jelezni ilyen gyorsan. És a vesztes csapatok Kamerun, Irán, Üzbegisztán, Puerto Rico és Kazaksztán. Tehát, hogy mintha a női kézilabda is elmenne abba az irányba, amiről az öttusa kapcsán itt Kánoki Kis Attila beszélt, hogy van egy szövetségi, nemzetközi szövetségi vezetés, aminek minden fontosabb, mint hogy a sportágnak valójában mi a jó. Nyilván az... ezekből a tagszövetségekből, pedig olyan... kontinensekből komoly pénzek jönnek, de mi indokolja, könyörgő, hogy Puerto Rico női kézilabda világbajnokságon vegyen részt? A férfi csapat, meg a Puerto Rico-i női röplabda válogatott meg talán. A Rum. Meg a Rum. 32 csapat, te úristen! Hát az iszonyatosan sok, ugye most ennyien vesznek részt a női világbajnokságon. Ugye a férfi labdarúgó VB-n vesznek jelen pillanatban ennyien részt, amire vannak, akik azt mondják, hogy a 24 lenne az ideális, ugye most majd ezt a 32-t is akarják növelni, ami már szintén nem jó. Az a baj, hogy sok minden nem, tehát tényleg ez van, hogy az az érdek, hogy téged választanak meg, ennek érdekében azt mondod, hogy jó, bővítek, gyere be te is, te is, te is, csak mindeközben nem erre kíváncsi a néző, ahogy például a focihoz visszakanyarodva, a bajnokok ligájának a csoportköre az tulajdonképpen egy-két mérkőzéstől eltekintve igazából nem számottevő, mert már a sorsolás pillanatában tudod, hogy adott csoportból melyik két csapat az, amelyik de nyilván az, nem igaz. És már csoportkör, mert ez olyan, mint amíg a selejtezőről beszélnénk. Értem, így van. Hát ez olyan, mint egyiket, azt a pekingi olimpián volt női vízilabdában az a lebonyolítás, hogy 8 csapat vett részt, 2-4-es csoport, mind a 4 csapat tovább jutott a következő körbe, az első játszott a negyedikkel, hát elképesztő baromság. Aki túlélte, az gyakorlatilag a következő... Szóval azt akartam mondani, hogy annyi példa van a sportvilágában, hogy mennyire az érdekli az embereket, amikor két gigász csap össze, ökölvívás. Hát annyi világszervezete van, most éppen ugye nincs olyan top boxoló, aki el lehetne adni, de hát volt, amikor egy világ várta a lélegzet visszafolyt, vagy mondjuk tényleg Tyson, Holyfield, Klitschko, még régebben tényleg Roy Jones Jr. vagy Muhammad Ali, hogy ez egy mérkőzés volt, és ha Ali játszott, vagy boxolt egy évben, akkor még talán többet lett, hogy 6-ot is, de Klitschkóék 2-3-at. Boxolt volna egy selejtezőt egy ilyen hát, üzbégek. Na ez az. A üzbégek pedig lehet, hogy boxba jó kis lettek volna. Minek higítunk? Nem kell higítani. Én azt gondolom, nem kell. Fociban is nekünk jót tett a 24-es EB, meg kétszer ott voltunk, de lássuk, a realitás az az, hogy valójában 18-19,
olyan ország van, amely képes minőségi labdarúgó válogatottat kiállítani, tehát akkor hány csapatos legyen az EB16? Tehát ezt kell valahogy nézni. Ez majd 48 is nem sokára. A VB. A VB. Így legalább van esélyünk, nekünk is. Ne, akkor sem. Ne, hát a futballban talán ott a legkisebbek a különbségek. Tehát itt a két EB-nél nem éreztem annyira lefele kilógó csapatot, nem kaptak hatokat. Itt a kézilabdában, tehát a zöldfoki szigetek, a férfiaknál most Irán, tehát valóban, de ez egy szimpla üzlet, hiszen az egyiptomi elnök Mustafa nyilván erősíti a pozícióját és hoz be új csapatokat, de az biztos, hogy valóban vannak olyan mérkőzések, erre a vízilabdában a tökéletes példa, a női férfi oldalon, hogy ott is vannak ilyen 21-1-es eredmények, Kazaksztán, Kanada, tehát vannak olyan csapatok, hogy alig hihető, hogy ki tudnak jutni világversenyre, csak ez a futball elindult, hogy minél több meccs, minél több néző, amikor még lehetett, minél több közvetítés, minél több helyen jelenik meg a szponzor, ami generálja magával a minél több résztvevőt. Hát visszakanyarodva még egy gondolat erejéig a Forma 1-hez, ott is azért emlékezzünk arra az időszakra, amikor pénteki előkvalifikációt rendeztek 30 fölötti, 28 fölötti autós létszámnál, ma ugye ott vagyunk, hogy van 10 csapat, 20 autó, elnéznénk még mondjuk két-két csapatot, de azt mondja az FIA, hogy nem engedek be olyat, aki mögött nincs meg a garancia, hogy normális autót építsen. És nem megy. Annak idején még Ecclestonék bent tartották, tényleg életben tartották a Minardit, meg a végén a Jordant, azért, hogy ne a BMW, amelyik akkor szállt be, az is üzleti megfontolás volt, vagy a Toyota, amelyik szintén nagyjából akkor szállt be, ne az legyen, hogy utolsó, hanem legyen mögötte ki. Ma már ez elképzelhetetlen, ma már csak olyan csapat jött be a Forma 1-be, aki mögött ott a garancia arra, hogy versenyképes. Ha a Haas, amelyik most idén nullázott, még ezt kétszer megcsinálja, ők sem akarnak majd benne részt venni, meg őket sem akarja majd a Forma 1. És na, ez hát, sok ez sportákban a... egyébként az elgondolkodtató. És akkor, ha lenne időnk, akkor beszélhetném még ennek kapcsán a Superligáról, hogy egyébként összességében, bár berzenkedtünk tőle mindjárt, meg én sem tartanám egy jó ötletnek, de hát, ha azt mondod, ha azt nézed, hogy minden héten, néző, akkor igen, akkor is miről beszélünk. Akkor minden héten Verstappen Hamilton csatát akarunk látni. A jó hírem az a kedves nézőknek, hogy mi még, bár megkörnyékeztek innen-onnan, de jövő héten sem bővítjük a mezőt, tehát nem 16-an fogunk ülni itt az asztal körül, bár lehet, hogy érdekes lenne, lehet, hogy hanem ugyanígy négyen. Jövő héten tartunk még egy évzáró adást itt a kezdőkörben, és akkor is majd akkor lehet, hogy kicsit könnyedebben visszatekintünk az évre. Köszönöm, hogy itt voltatok ma, és köszönöm önöknek is a figyelmet, viszontlátásra!